Sziasztok, Petra vagyok, az Easy Hungarian-től. Gyakran megkérdezem azokat a diákokat, akik magyarul tanulnak, hogy mi a nehéz nekik a nyelvtanulásban. Nem csak a magyar tanulásban, hanem általában a nyelvtanulásban. Az egyik dolog például, hogy oh, megtanultam azt a sok-sok szót, de amikor beszélni kell, akkor nem jönnek, nem tudom használni őket. Vagy hmm, elég jól értem a nyelvtant, meg jól tudok nyelvtani feladatokat csinálni, de amikor beszélni akarok, akkor nem tudom ezeket automatikusan használni. Vagy tanultam szavakat. Tanultam nyelvtant. De miért nem tudok beszélni? Vagy nem értem, hogy amikor beszélni akarok, akkor miért kell három vagy öt perc, ha egy mondatot akarok mondani? Vagy? Próbálok beszélgetni az emberekkel, de nagyon lassú vagyok. És egy nagyon tipikus probléma. Ja, igen igen, igen, tanulok néha valamit magyarul, hogy valamit nézek, ilyen videókat, valamit csinálok. Meg néha hallgatok podcastokat, de hát nem, nem tanulok új szavakat, mert nincs időm. Tanulgatok, igen. És azt hiszem, hogy talán gyorsabban fejlődnék, ha lenne normális rutinom, meg lenne valami struktúra a nyelvtanulásban. Ismerősek ezek a problémák, ezek a mondatok? Gyakran azért keresünk tanárt, mert szeretnénk struktúrát a tanulásban, és szeretnénk egy embert, akivel tudunk beszélgetni, és egy embert, akinek nem probléma, hogy három percig vagy öt percig csinálunk egy mondatot. De a privát órák általában elég drágák, és ha minden héten egyszer, talán kétszer találkozol egy tanárral, az nem elég hogyan lehet szavakat tanulni úgy, hogy utána ezeket használni is tudjuk, és gyorsabb legyen a kommunikáció, a beszélgetés. Egy dolog van, ami nagyon-nagyon fontos. Ha tanulsz valami új dolgot, akkor azt azonnal próbáld használni. Természetesen, ha tanulsz egy új szót, akkor nem kell azonnal kimenni az utcára és gyorsan keresni egy embert, akivel tudod használni azt a szót egy dialógusban. Nem. Lehet egyedül is használni a nyelvet. Lehet írni valamit azzal a szóval. Lehet egy monológot mondani. Mm, igen. És hol lehet olyan szavakat találni, amiket szeretnél megtanulni? Gondolom, szeretnél olyan szavakat tanulni, amik relevánsak neked, amik neked fontosak a te életedben. És fontos, hogyha olvasol valamit, hallgatsz valamit, vagy nézel egy videót, akkor mindig próbálj új szavakat, vagy új struktúrákat találni, és ezeket próbáld megtanulni úgy, hogy olvasod őket, hallgatod őket, leírod őket és használod őket. Szóval először olvas, hallgas vagy néz valamit, magyarul. Találj új dolgokat, amiket szeretnél megtanulni, és használd ezeket. Az Easy Hungarian Complete kurzusokban pontosan ezeket a lépéseket csinálhatod, tehát ez a struktúra. A kurzusokon mindig kapsz olvasnivalót, tanári videót, segítek új szavakat tanulni, és új nyelvtant, és új struktúrákat tanulni, és segítek abban, hogy hogyan lehet ezeket használni is. És egy olyan módszert, egy olyan metódust mutatok meg, amit később a kurzus után is tudsz használni, amikor egyedül tanulsz. A komplet kurzusokat most 44% kedvezménnyel tudod megvásárolni április 1-ig, és ha most vásárolsz, akkor nyerhetsz egy 30 perces magyar órát is velem. Ha szeretnél struktúrát és rutint a tanulásban, szeretnél érdekes témákról olvasni, tanulni, beszélni, akkor nézd meg a Complete kurzusokat az easyhungarian.podia.com com oldalon, link a leírásban, és ne felejtsd el, április 1-ig 44% kedvezményt kapsz, ha használod a kupont, ami a birthday szó, de ezt is megtalálod a leírásban. Jó tanulást, sziasztok!